Hello mindenkinek, Rezsektől között folytassuk a Gothic 3 végigjátszását, és ott tartottunk, hogy lekommandozok oda. Ujjjj! Ja, pontosan hol is van a templom? Ugye a mai terv az volt, hogy meglátogatjuk a templomot, benézzünk és Adanos utolsó erekjéjét is összeszedem. Már csak meg kell találni azt a fránya templomot. Mert ebbe a romba még mindig eltévedek rendszeresen. Nem tudom egyébként miért, egyszerűen túl nagy, vagy... nem tudom. Valahol itt, valahol itt, valahol itt. Megvan. Jó, a kövér ember... milyen barnsárga... fenők... ezek nem tudok semmit. Kovács kalapás, semmi. Hitben van valami érdekes. Na mindegy. I need some peace and quiet. Oké. Hol is van az a... az az ork, aki... elvileg az utolsó kulcsot tartogatja? Lehet, hogy pont rossz felé jövök. Mindjárt meglátom. Azt mondja... semmi? Te tudsz valamit? Nem, ő egy elit harcos. Harcos... Kales! Ő az! Hey, Mora! Why are you sneaking around here? Úgy, te rohadt hangos volt, és úgy megijedtem! 140 az tanulási pont. Nem rossz, nem rossz. Kales! Megvan a hiányzó 4 kulcs. I've got the 4 remaining keys. Give them here, right now, do you hear? Just a moment. What's in it for me? I must fulfill my task here, and you were a convenient tool. But now that the keys are here, you are no longer of use to me. I see. In that case, I won't give you anything at all. Give me the keys, or I'll chop off your head, filthy Mora. I'll kill you. Really? You will die. What? Jó, hogy ez összes jön? Oh my god, milyen FPS lagom lett most a sok ellenféltől. Azt jelentek, Kales... Kales kap egy kis supportálást. És nem mentettem? Nehogy nem mentettem. Oh my god. Oh my god. De az a kérdés egyébként, hogy miért lagolok ilyen szinten? Ennyi ellenféltől lagolok ennyi, de hogyha ezt felszabadítom, akkor meg mérgesek lesznek a nagyok. Kaleset el kell csalogatnunk, ugyanis ezt, hogy nekünk esik itt mindenki, ez nekem annyira nem tetszik. Azt hittem mentettem egyet előtte. Na mindegy. Hát ez van, akkor visszakozolok megint. És Kaleset ki fogom csalogatni, hogy ne nézzenek rám csúnyán a többiek. De erről nem volt szó, hogy egy, minek nevezik ezt? Egy párbajba beleavatkoznak. Jó, úgy... arról nem volt szó, hogy ha nekem esik a nagy vezető, mert szokott ilyen lenni egyébként, emlékeztek, még Mirtanában is volt egy birtok, ahol volt egy halomork, és a birtoknak a tulajdonosát, a fő orkot, azt kihívhattuk a rabszolgájáért cserébe. Na most, azt hittem, hogy itt is ugyanez lesz a helyzet, de ezek szerint ez olyan... hogy is mondjam, szívás, mert nekünk esik az összes ork, ami ott van. Ezt is kirutoltam már. Hát akkor ez van. Jó van, akkor most már egyenesen oda megyek Kaleshez. Szóval mondjuk talán nem akarom kitörni a nyakamat. Úgy tűnik ő igen. Olyan véletlenszerű dolgok folynak itt néha. Faszimmal nem tudok beszélgetni semmit. Kaleshet akkor megint kihívom egy pár bajra. De most már mentek egyet előtte, de amúgy nem hiszem el, hogy nem mentettem. Oh my god. Mindegy. Gyere ide. I've got the four... Jó, Jó. Őt most kicsalogatom erre. Remélhetőleg nincs számszeria. Remélhetőleg számszeria nincsen, mert akkor rohadt nagy szívás lesz. Mondjuk erre. Ne, jössz ide! Now you are mine. Jó. Gyere! És van számszeria! Fuck!
Most átadott fehérre? Amelyik ez eléggé, hogy is mondjam, egyszerű módszer volt így. Jó, és nála van az ötödik kulcs. Yeah, megvan mind az öt kulcs. Nem ölöm meg, igazából. Még hogyha nekem isik, akkor kénytelen leszek megölni. Gyerünk, állj föl! Vannak ilyen dolgok néha. Lehet, hogy ez csak egy bug egyébként. Ötletem nincsen. De nagyon, nagyon erősen úgy érzem, hogy ez egy bug. Nem kell nekünk esni az összesnek. Csak azért, mert mi éppen, hogy is mondjam. Okay. Azt mondod? Akkor ég veled. Akkor ég veled, barátom. És most ők ellenségesnek számítanak? Annak ellenére, hogy fehérek vagy? Semmi! Semmi megszólítás, hogy esetleg valaki meghalt, vagy valami. Nem. Hát jó, ennyire jelentéktelen szereplő volt ezek szerint. Jó van, akkor ideje bemenni a templomba, ha már egyszer itt vagyunk. Valószínűleg megint szét fog bugolni a nézet, mert ez már csak ilyen. Na mindegy. Küldetés finished. Megvan mind az öt darab kulcs. És ugye, hogyha öt kulcs, akkor az egy kinyitható ajtó. And that is that. The door is open. És bebagolt. Oh my god. Mi? What? Oké, de semmiből megjelent egy nagy rakás zombikin, de tudjátok, hogy mindjárt visszajövök. Teleport morászulba, morászul. Ez volt. Mi? Beszakítás nincs. Úgy tűnik, amint elkezdünk teleportálni, már tök jó minden. Na mindegy, visszaszaladok oda. Ha tudnám, hogy honnan jöttem. Mert most pont ilyen homokviaros, talán az volt. Most nem tudom. Most kicsit így el vagyok tévedve, hogy hol vagyok, mert olyan homokvihar van, hogy nem látom a romokat, de valamerre erre. Úgy érzem, hogy valamerre erre kéne jönnem. Viszont mivel helyre is jött a nézetünk, ezért igazából már viszonylag egyenes útunk lesz. Viszont ami érdekes, tényleg, hogy amint kinyitottuk a templomot, instant megjelent mindenhol egy nagyrakás élőhalott. Ezt mondjuk mindjárt meglátjuk. Így most, hogy oda kell visszaszaladnunk, így mindjárt meglátjuk, hogy mennyi élőhalottról is van szó. Harcosok, sziasztok! Rég nyitottam ki. Zombi? Oké. Ennyi? Ezek csak sima zombik. What? Mármint úgy értem, ezek a tényleg a nagyon alja zombik. Segítsük egyáltalán nekik? Megéri egyáltalán segíteni ezeknek? Oké? Ott lent, igen, csak harcnak, zombi. De ez sima zombik, ezeket csak elbánnak. Én inkább megyek a templomba. Valójának több funkcióját látom, hogy a templomba lévőket öljen meg. Jó, mindegy. Hello! Valami templomőr. Netán. Van Iász. Ó, persze, két Iász, két közel harcos, azt mondjátok. Jó. Áó. Pom. Három ütés ezzel a karddal már egy csontvel. Oh my god. Ez nagyon jó. Három ütéssel ölni ezeket. Hova mész? What? Az egyik kiszalad, a másik pedig félig belesüpped a... Oh my god, egy mumia. Félig belesüpped a talajba. Hát ez tök jó. Még pont a betegségen ásos van fönn. Oké, akkor jók vagyunk. Úgy tűnik, ez a kard meglepően nagyon erős. Még azért meglepődni nem fogok. Hol vagy? Hol lett az, hogy az felszalad szerintem harcolni, vagy én nem tudom. De... Oh my god. Ó, kijött, kibagolt! Ez az. Jó, gyere. Akkor is egy nagyot, utána két ütés pedig megeszel, jó? Aj, mumia. Oké, ez nem tudom honnan jött, mert lentről nem láttam jönni. Oké, akkor végig is meg. Ez a kiterülési... Jól van. Kicsit feleszem magamat azért bizonyos életerő szintre. Mert miért ne?
Valami ilyen. Nem látok semmit, de valami ilyen. De nagyon. Ah, majd kisétál igazából. Csontváz. Semmi érdekesség itt esetleg. Hát úgy értem, hogy esetleg valami lootolni való. Ennyi lesz. Oké, sokat mondott dolgok. Hey, csonti! Hát, jó. Egyetlen csontváz volt. Abszolút semmi, vagy megint valami rá megrózott. Ja, itt jön. Igen, még egy múmia. Meg egy... Ijász. Au. Jó, kezdjük a múmiával, mert az általában erős. Nem is ő tud sebezni is. Egy kicsikét. Jönnek még? Mi jön még? Ah, inkább mi nem, az lenne a fő kérdés. Oj. Ezt a csontázat ki is tudom utalni. Jöttek még, basszus! Oh my god. Szia! Jó, mumia. Oh, még egy! Oh! Na, meg se lepődök igazából, hogy őszinte legyek. De, mumia! Gyere ide, mumia! Jön egyébként más ellenfél is. Viszonylag jó kitalál a fényviszonyok egyébként. Annak ellenére nincs semmi világítás. Na, talán ennyi. Oké, ennyi. Viszont itt van egy nehéz láda. Nehéz láda pedig ugye... Azt tartalmazza az érdekes dolgokat, mint például egy szarfból készült íjat, ami az eddig legerősebb íj, amit találtunk elvileg. Nem mintha fel akarnám szerelni, mert íjászkodni nem akarok, nekem elég ez a bizonyos számszerű. Sem érdekes. Akkor jó. Viszont inkább egy fákját beüzemelek. Ugyanis... biztonság kedvéért. Ez már tényleg olyan. Jobb látni, hogy mi van előttem, mint sem, hogy egyszer csak az, hogy egy nagy mágia valami. És kipurcantam. Egy láda. Amiben van egy íjá erekéje. Ó! Oké, megvan íjának az erekéje. Nem tudom, ki vagy. De gyere! Ha lehetséges, gyere, jó? Ki vagy? Hol vagy? Mit csinálsz? Ó, ez mágia hang. Akkor ez egy... Ó, ne! Ne! Ott maradsz, jó? Au. Au. Elfejtettem, hogy pajzs nélkül haszontalan vagyok. Jó formán. Áó, még egy múmia is konkrétan gondot tud okozni, ahogy elnézem. Ezek nagyon sebeztek, basszus. Bajs nélkül ennyire haszontalan vagyok? Ez nagyon fáj. Áó. Vagy nincs valami kétkezes fegyverem, vagy nem mit kéne kipróbálnom a kétkezes fegyvereket. What? Beleszorultam a textúrába? What? Oké. Okay. Áó, mit összeboxol ez a múmia egyébként? Jó? Oh my god. Ezzel ellen nem akarok küzdeni szerintem pajzs nélkül, vagy tudjátok mit? De. Megpróbálom. Max életerő? Mert valószínűleg ez rohadt erős lesz. Jó, mentés. Max életerő mentés, és csak utána merek egyáltalán a közelébe menni. Ez tuti, hogyha csak egyedül van, akkor tuti valami nagyon erős dolog lesz. Azt láttátok azt az életerő veszteséget, amit okozott egyetlen tűzgolyóval? Még csak 15-ös védelem van, de na. Oké, beállás, OP. Ez annyira disrespect amúgy, ez annyira... Nem is tudom, hogy megfogalmazni ezt. Oké, nem, még egy kombóval elkap és meghaltam. Basszus, fél életerőmet úgy instant megeszi, és ezzel az egy szemkarddal szerintem még kivédeni sem tudom igazán az ütéseit. Áó! Áó!
Ááá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 á Annyira lábújhegyen kell csinálnom. Legutóbb ezt ugye úgy csináltam, hogy használtam egy fénymágiát, és úgy mentem le, hogy a pajzsom fönn volt, mert nagyon durván haszontalan vagyok itt egy az egyenleni harcba. Ó, ki tudtam védeni? Hé, még a végén hasznos a kard is. Úgy szólóba. Nem, halat nem akarok enni, de amúgy tetszik a sebzése. Már jó, mondjuk most levettem a pajzsomat, oké. Valahol megértem, hogy ilyet üt, de attól még rohadt undorító egy ilyennel harcolni. Fúj. Fel most figyeljetek. Instant nagyot fog ütni. Amúgy csak úgy egyszer találd el, léci. Csak, ha nem védte ki, akkor hogy? Ez így ilyen berserk mage, vagy én nem tudom. De nem lehet egyszerűen megölni pajzs nélkül? Vagy ez mi a fene? Nem tudom, halljátok-e, de még akkor is lehet hallani az ütését, amikor éppen áll egy helybe. Lehetett hallani, ahogy patkog az ütése. Harcibot az pedig így leesett a padlón keresztül, oké. Semmi egyéb ellenség, oké. Remélem nem, az most fájna. Mindenesetre egy régi láda. Régi ládában egy amulett, ami vadászat plusz 5 tovajas. Hagyjuk. Azért az ilyen harcok végén csak parák tudnak lenni. Még ennél könnyebb már nem lesz sajnos a harcunk. És itt a kedvenc kosarunk, amiben általában szerekjék vannak. És ebbe pedig lesz Adanos koronája, amihez 250-es ősi tudás szükséges. Wow! Oké, találd meg a Adanos 5 erekéjét. Igen, megvan mind az 5 erekéjé Adanosnak. Még amit azt furcsálom, mármint a ősi tudásunk az 72-es. Azért 72-es ősi tudás az... viszonylag kevés szerintem. Hogyha megnézzük egyáltalán az Adanos szettet, hogy mennyi kell hozzá a páncélzathoz, tehát a fő-fő páncélhoz, ahhoz 300-as ősi tudást kell, hogy egyáltalán föl tudjuk venni. Ami nem kicsit undorító. Ezek mindig harcolnak? Ja, itt a csontváz, aki kiszökött. Jaj. Hey, pacsi zombi. Oké, gyertek csak, easy peasy. Nem igaz, hogy ennyire haszontalanak az orkok egyébként. Mármint úgy elég durván azok. Ezek amúgy folyamatosan spanolni fognak most a zombik? Vagy csak úgy... most pár darab lesz spanolt, és most örülnek maguknak. Ez a többi a tiétek, tehát csak meg elintézitek. Viszont, ugye volt egy... vízmágusunk a közelben, név szerint kicsoda is volt? Merdarion? Talán Merdarion volt az. Aki nincs annyira messze, és adott nekünk egy küldetést, hogy írtsuk ki az élőholtakat, akik kiszöktek a templomból. Tehát nem konkrétan a templomból szöktek ki, hanem úgy rendesen kiszpanoltak belőle, vagy én nem tudom, hogy mondjam, hogy szabadra engedtük az ördögöt, és mindenhol felé lettek a holtak. Mondjuk a íja, őt keressük most, megvan számára az erekénk, hogy egyébként, hogyha íján, akkor ugye nem visszük oda ezt az erekét, amit összeszedtünk a templomba, akkor fejvadászokat fogdánunk küldeni. Amit én annyira nem szeretnék. Még ha meg se tudnak ölni, akkor is azért idegesítő tud lenni, mikor kerget egy pár darab vérszomjas emberke. Kereskedő, íja, gyere ide. Here's your ancient vase from the temple. Yay! To the temple? You really impress me. Show me the thing. Okay. Yes, this is it. At last. You have no idea for how long I've been after this. So we're even now. But I'll tell you what. I will give you something extra because you kept your promise. Oh, People like you are few and far between. It's been a great pleasure to meet you. Oh, 2000 arany. Nem rossz. Kifejezetten örülök most ennek. Jól tud jönni az a kis arany, mondjuk már annyi jó, hogy már... Nagyon durva sok aranyam van. Ramon, semmi.
Oké. Még egy kicsit körülnézek, hát tudok valakivel beszélni, hogy valami egyéb küldetésem van, de szerintem túl sok dolgot már nem fog találni. Még a orknároknak a leszállítása volt az, amit le kell adnom. Nem te adtad azt a küldetést? Ki adta az orknárok leszállítási küldetést? Nassib, semmi. Ernesto, semmi. González, semmi. Ningál, semmi. Hát ez tök jó. Viszont itt van egy nehéz láda. Nehéz láda pedig általában érdekes dolgokat rejteget. Nincs kettő darab alvásom? Állatok idézése, alvás. Egyetlen alvásom van. És amúgy az a hátsó láda? Ez egy régi láda. Amíg ez olyan helyen, hogy ezt simán ki lehet lelutolni, csak úgy. Mondjuk mennyi manám van? Mana 136. És nincs valami maradandó, valami növényem, vagy valami, ami növeli a statokat. Állóképesség, plusz 8. Ó! Mármint ez úgy rendesen, maradandóan növeli? Nem, nem maradandóan növeli. Azért ám, ne ijeszgess engem. Azért ilyen csak nincs, csak úgy. Vadászat. Plusz 10 vadászat az igazából nem rossz. Most hamar megeszem szerintem az összes maradandó cuccomat, amin van. Talán italom nincsen. Ami maradandó... statokat növelne. De most elsősorban a növények azok, amik engem érdekelnek. Ezeket így elropogtatom. Plusz vadászat az igazából nem árt. Ha mondó vagyok. Milyen íjaim vannak? Azt mondja... Hát ugye ezt nem tudom használni. Viszont ez... Jó, jó lesz ez, jó lesz ez. Ugye ez volt eddig a hármason? Na mindegy. Jó, megeszem még ezt a másik négyet. Most először ezeket el akarom rendezni, utána pedig irány Merdarion, mert ő adni fog nekünk egy rohangálós küldetést, ami jó sokáig fog tartani. Jó, ráksás, rákcsálás. Mik vannak még? Max életenergia? Oha! 44 max életenergia az... Nem rossz, hogy őszinte legyek. Nem jön rosszul egy kis plusz életerő. Azért, esetleg, mondjuk a... Pont az előző harcaim egyikében volt egy olyan, amikor azt hiszem 2 vagy 3 életerővel éltem túl pont. Mielőtt inventory-t nyomtam volna, és az nagyon jó érzés volt egyébként. Pont az utolsó pillanata, az utolsó utáni szinte, amikor még épp, hogy egy milliméternyi kis életerő csík van, és pont megáll a játék, hogy akkor most iszak egy kis potiont. Végig ez a Skyrim-ba volt inkább jellemző. Mert itt az a baj, hogyha esetleg olyan sebzést bekapunk, ami dotos, tehát damage over time-os, például benéklőnek egy tűzmágiát és elkezdünk lángolni, akkor például hiába nyomunk inventory-t, hogyha őt életünk van, mert elégünk, mire megeszünk valamit. Ami mondjuk elég szomorú, de végül is valamennyire amondó vagyok, hogy legyen már fair. Mert ez egyáltalán nem... Nálam ez nincs rendben, hogy a fight közepén megállok és elkezdek falatozni. Ez valahogy úgy nekem nem. Mik annak még itt? Nem... Ez Maxmanátod. Maxman az jöhet. Nem tudom minek, de jöhet. Mert igazából túl sok mágiát nem fogok tanulni ebbe a játékba. Valószínűleg. Hogyha valamire kell mana, akkor az lesz, hogy a ládanyitást, majd a zárnyitása, a varázslatot azt képes legyek kikasztolni. Ami már nem emlékszem, hogy mennyi mana volt. Mert most lesz ezzel összesen 156 manánk, hogyha minden igaz. Hát nyilván nem tudom, hogy mit fogok tudni kezdeni, de remélem, hogy valamit igen. Semmi. Ez viszont ez maxáló képességet ad. Az se rossz dolog. Egy kicsit tovább fogunk futni, ennek örülünk. Viszont megnézem egy pillanat, a zárnyitása 180 manába kerül. Szomorú. ez tényleg szomorú. 180 mana, nekem van 156. Mondjuk igazából van annyi tapasztalati pontom, hogy simán kintanulhatnék annyi manát, de hogyha valamire tapasztalati pontot fogok költeni, az szerintem ősi mágia lesz. Mert az az Adanos koronája az igencsak jó statokat ad. Szóval azt lehet meg fogom pályázni. Elképzelhető, hogy azt össze fogok szedni annyi tapasztalati pontot, hogy föl tudjam menni ezt a koronát, mert
nagyon jól jönne. Ugye nagyobb harcokra, még egy kis armor. Mondjuk, talán már olyan sok ellenfelem nincsen. Mármint olyan kaliberű, akik ellen tényleg kell még egyáltalán armor vagy valami. Mert Adanosnak a koronája az 35-ös lövedékek elleni, 35-ös ütések és 35-ös pengék elleni védelmet ad. Hát azért messze jobb, mint egy Lord Maris isak meg ilyesmik. Viszont, hol van a többi? Ez erőt ad. Igazából, ezek úgy csinálok semmit. Mindegy, 315-ös erő már is több, mint ami kell. Jó, sem érdekes. Jó van. Akkor... Igazából... Beliar Altár? Beliar. Állatképesség, varázserő, életerő. Ősi mágia tudással... Itt ugye tudnánk tanulni bármilyen mágiát, de... Minek? Nyeh, valahogy nem. Ez milyen láda? Nagy láda? Oké, okay, mindegy. Majd aztán nehéz ládát idővel ki fogom posztani. Na és akkor az orknárokos küldetés adónkat akarom megkeresni, aki valahol erre hátul volt. Mert úgy emlékszem, mintha innen jöttem volna, miután beszéltem azzal a küldetéssel kapcsolatban valakivel. Oké, okay, még mindig itt közöcskézik. Masil. Igen. Orknarok is at the excavation. Na. Good. Now we can get down to business. No, mi a helyzet? Mi a helyzet? Well, first we need a bit of gold. Okay. And I happen to know how we can get it. És hogyan? I have a magic ore blank. Mm. If we sell it, we will get a hefty sum of gold. What do you think? Okay. How much are you asking for the ore blank? Well, you should know that I borrowed gold from a couple of business partners. Okay. With the ore, it shouldn't be any problem paying off my 3 promissory notes. I get the blank, and you get your promissory notes. A good deal for both of us. What do you say? Miért ne, igazából. I'll take a look into the business with your promissory notes. Igazából, tök minden, még hát is vár minket több aranyunk, mint amennyit el tud képzelni. But, well, if I show up just anywhere with it, I'll get a fraction of its value at most. I see. Oké. Májikus értszönti, de nem is tiszta, de mindegy. Viszont a lista. Hozzávaló listája? Ne. Vagy ez most... What? Ne. De hol van? Adósság és gyengeség. Mi? Ja igen, Massive volt az, aki az utolsó serleget ugye nekünk tudja adni. Az a baj, hogy nem tudom pontosan, hogy kik azok, akikkel beszélni kell, mert nem említett neveket. Úgy őszintén szólva. Talán tőle kölcsönözött... Give me Masil's promissory note. Oké. All right. Since you insist, I hope you know what you're doing. Don't let Masil get the better of you. Nekem tök mindegy. Hogyha odaadja a tűsereget, nekem már megérte. Más Masil kötelezvénye. Jó, vele nem tudom semmit csinálni. Viszont mi ez az item, amit kaptunk, hogy ezzel valamit tudok csinálni? Nem erre gondoltam... Semmi érdekes? Oké. Akkor nézzük mondjuk, Ilya tud-e valamit erről? Igen. Come about Masil's promissory note. Just a moment. I need to see where I put it. Okay. It's 2, let's say 3 and a half. 2,000 gold coins. Oh, az igen. Joking, right? Or you give me a piece of raw ore. You know about the ore? Hey, everybody here knows that Masil has raw ore. Okay. And now he sends you to repay his debt. So, you've heard my offer. Nyersért. Igazából... Jó lesz az arany. Here's your gold from Masil's promissory note. Akkor már legyen arany. Maradjunk az alapnál. Enjoy. Jó van, semmi, esetleg te, nem? Te nem, azt mondod? Nem, ő egy senki, minket nem érdekel, esetleg te, ő a harmadik? Azt hiszem hárman voltak, annyit említett. How much do you want for it? I won't take your gold. You'll need it with the others. And what do you want? Nothing. At least not yet. Okay. I'll come back to that later.
What? Oké. Okay. Oké, okay, jó van. Én már nem is kérdezek semmit. De akkor elvileg ennyi. Három darabról volt szó. Nem szok átugrani, vagy valami? He? Ó, de! Át tudok jönni. Aj, de örülök neki. Nem kell körbekerülnem az egészet. Na gyere ide, Masil. Here, take this. You are now out of debt. Oh, okay. Thank you. Now I am finally free of my debts. És hol a tűzsérleg? Now I am free to do business in the city again. Take this as a reward. And good luck with your own business, stranger. Don't let him fleece you. That happens all too easily in the city. Ah, jó, igen. Igen, 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 az kéne. Gladly. Here it is. Ó, találd meg az összes tűzserleget a tűzmágusoknak. Ó. Jó, beszéltem az összes serleget. Akkor, nem tudom, lehet a rohangálósokat, tehát az a fölteleportálás ide, onnan, oda, amonnan, amoda a szaladgálás, ezt szerintem későbbre hagyom. Most egyelőre itt a sivatagban ki akarom fullozni a városokat. És csak tanítani tud. Semmi, jól van. Akkor Gonzáleztel még mindig semmi. Mindig csak tanítani tud nekünk, jó. Akkor semmi különösebb újdonság. Viszont ideje lenne lekocognunk Merdarionhoz. Aki már egyébként el is fejtettem merre van, de egy pillanat is megtalálom, hogy őszinte legyek. Csak összejön. Valahol itt a hegységben volt. Lehet innen nem kéne leugrani. valahol errefele volt. Vagy legyen kamikaze? Legyen kamikaze, leugrok. De előtte mentek egyet, hát a kitöröm a nyakamat, hogy véglegesen. És nem, az alig sebzettem. Jó van, lényeg a lényeg. Homokférek. Hát tök jó. Te hogy maradtál életben a legutóbbi itteni kirándulásom után? Csak egy kérdés. Ezt is, már őt is három ütéssel. Minden 200 XP-set három ütéssel, ha meg tudok ölni. Ezt már kiástam, ugye? What? Nem mondta, hogy ezt nem ástam ki. Tudja, hogy kiástam. Vagy ezek újra termelődnek egy idő után? Vagy... én nem tudom. Érdekes, minden esetre. Hol volt a... Merdarionnak a rejtőzködő helye? Az a... az otti barlang? Elképzelhető, hogy itt volt? Nincs konkrét emlékem arról, hogy pontosan hol volt. De valamerre erre. Hogyha pedig nem itt, akkor a szívás. Ezt még egyszer sem bányáztam ki, szóval lehet, hogy nem itt. Elképzelhető! De azért benézek ide, hát találok valami érdekességet. Ó, sziasztok! Jó, nem? Ezek szerint Merdarion nem itt van. Elképzelhető, hogy nem az oroszlánokkal partizik. Esetleg följebb, valahol, esetleg itt lenn. Talán? Mindjárt körbe rohanok itt, megnézem, hogy hát találok valami érdekességet. Esetleg arra lejjebb. Mert úgy emlékszem, mintha erre lenne. Tehát most vagy nagyon rosszul emlékszem. Vagy nem tudom. Talán ez a barlang itt. Mert ez tuti egy barlang. Aha. Ez lesz az. Ennek kell annak lennie. Ó, oh, nomád. Sziasztok nomádok. Kajor. Nem támadjuk meg moraszul takarocinem. Jó, nem látok semmit. Nincsen egy... Jó, de van egy ágya. Ó, örülünk neki. Alszok egyet, utána pedig elindulok zombi vadászatra. Valószínűleg most körülbelül ebből fog állni ez a küldetés, hogy zombikra fogok vadászni. You found the artifact. Aha. Very good. If you are looking for Satyrus, he is camped near the Temple of Al-Shadim. Oké, azzal tisztában vagyok. The Temple of Morasul is open. Yes. That was impossible to miss. The dead are wandering across the land, raising everything and everybody to the ground. Jó. We must put an end to the chaos. What can we do? The hordes of the undead are led by five undead commanders. Ötöt mondott és négyet írt a felirat. Let's battle some undead. Yes.
Azért ez már eléggé oldalsi van a... Még így is rengeteg félrefordítás volt, de ez, hogy 5-5 mond és 4 jön a feliratba, az azért kicsit úgy... Nem szóval azt mondja elolvasni? Nem? Oké? Akkor hajrá, csapassuk! Ez úgy kicsit úgy... Ez úgy fájdalmas hiba volt. Szó szerint úgy mondta, hogy there is 5. 5! Ami általában 5-5 jelent. Na mindegy. Megértettem, hogy mi van, úgyhogy a többi különösebben nem érdekel. Még más, hogy a feliratokat nagyon ritkán nézem. Általában próbálok a szövegértésre koncentrálni, addig is edzem az angolomat egy kicsit. Homokférgek. Jó. Egyébként megéri már csak azért is angolul játszani a gotikot, mert addig is tanuljátok a nyelvet. Mert ugye összességében... Ó, ne! Ne! Pont most kell belassulnod! Komolyan! Hát jó. Akkor... Remélem, hogy nem itt lenne annak. Mindegy. Következő részben Merderionnal megyünk tovább. Addig is esetleg kérdésetek lenne, vagy egyéb tippetek a játékkal kapcsolatban, akkor írjatok le egy kommentet, vagy YouTube-ba egy levetek, vagy az e-mail címre egy levet, amit a leírásban találhattok. Szóval a következő részig is. Sziasztok!